A Tolna megyei SC Eszterházy Miklós szakképzőiskola sportcsarnoka adott otthont annak az amatőrbajnokságnak, ahol 10 csapat mérte össze a tudását az elmúlt egy évben. A kispályás bajnoksághoz szorosan hozzátartozik, összefügg a karácsonyi kupáknak a megszervezése, ami 2017-től a passzeséhez, a mi nevünkhöz fűződik, előtte más szervezte. 2017-től átvettük ezt a karácsonyi kupát, ami profi, amatőr és szenior bajnokság volt, ez azért is lett a passzese, tehát nem két S-szel írott, hanem PAS, tehát profi, amatőr, szenior bajnokság. Ezt sikerült minden évben megrendeznünk, és ide hozzá kapcsolnám a kispályás bajnokságot, amit 10 év kimaradás után 19-ben újra indítottunk. A versenybizottság döntése értelmében a jelenleg első helyen álló és végig jól teljesítő nagy kőfaragó csapatot értékelték a legjobbnak, és egy évre elnyerték teljesítményükkel a Vándorkupát. Pintér Szilárd polgármester Keresztes Patriknak adta át azt az 50 000 forintos vásárlási utalványt, amelyet még a kampányidőszakban ajánlott fel a legeredményesebb góllövőnek. Patrik 31 gólt rugott a csonka szezonban. Mintegy 130-140 főt mozgattunk meg, időstől középkorúig fiatalig. Rendkívül izgalmas mérkőzéseknek lehettünk hétről hétre tanúi. Sajnálatos módon a pandémia véget abba maradt a bajnokság. A szervezők bíznak abban, hogy tavasszal újra elindulhat legalább 10 csapattal a kispályás labdarúgó bajnokság, hiszen új műfüves pálya épült a középiskola területén, így ha zárt térben nem is, de a szabad levegőn látnak esélyt a folytatásra.